Kedves Nonó, azért indítom így a beszélgetésünket, mert túl azon, hogy beceneved is, sokan ismernek így a szakmán kívül belül, az első kötete címe is ez volt. Amit én a magam módján és akkor bátor gesztusnak értelmeztem, mert valamiféle mesebeli világ is kirajzolódott egy cím hátterében. A verszene és képek sora hullámzott, inkább derűsen, mint felnőtt komolysággal hogy volt ez, miért lett Nono az első kötet címe, és azóta még fölvenné de kötet címnek. Biztosan nem adnám most kötet címnek a Nonót. Az első kötet cím történetéhez tudnunk kell azt, hogy az első kötetben szereplő versek egyikének sincs címe, és azért nincs címük, mert úgy éreztem, hogy hogy amit a cím kifejezne, az benne van a versbe, illetve lehet azt is mondani, kise rossz indulatúan, hogy fogalmam nem volt, hogy miről szólnak azok a versek, valami megnevezhetetlen dologról szólván, pedig nem is adtam nekik címet, de egyébként, ha címet próbáltam adni, azok a címek rendszerint rossz címek voltak, úgyhogy összesepertem egy kötetbe, címtelen verseim, és ahogy a verseknek képtelen voltam címet adni, úgy a kötetnek is képtelen voltam címet adni, és mondtam Orbán János Dénesnek, aki ezt a, a, a kötetet kiadóhoz juttatta 1995-ben, hogy mi lesz János, hogyha én egyszerűen nem adok címet a kötetnek. Én azt szeretném, hogy ennek a kötetnek ne legyen címe. És így nézettem és mondta, hogy te hülye vagy, azt nem lehet. Olyat nincs, hogy egy könyvnek ne legyen címe. Mondom, hát ha nincs olyan, hogy egy könyvnek ne legyen címe, akkor legyen a címe Nonó, nem? Hát végül is ezek az én verseim, rólam szólnak, nem tudok nekik címet adni, de hát ha valamiről szólnak, akkor az én, engem mindenki Nonóként ismer. Legyen a kötet címe Nonó. János erre nem mondta, hogy elment volna az eszem, és akkor így esett az, hogy a becenevem lett az első kötetem címe. De azért emlékszem, hogyha igazam van és jól emlékszem, hogy azért a címtelen verseket különböző jellegű csillagokkal jelöltet, tehát a címek helyét különböző jellegű csillagokkal jelöltet, valamiféle beosztása azért mégis volt a kötet egésznek. Volt, a ciklusokra volt osztva a kötet, ez biztos, és egy cikluson belül szerepeltek a versek különféle Csillagokkal, de ez nem az én ötletem volt, hanem a, a Bíró Zoltán és Bíró Ádám tördelték ezt a kötetet. Én úgy emlékszem, hogy a Zoltán ötlete volt, de lehet, hogy nincs igazam. Szóval ciklusok voltak a kötetben, de, de kötet, um, verscímek nem, úgyhogy, és a csillagokat sem én találtam ki. Hát azok már elég régóta megvannak amúgy is, akár a számítógépeken is. A verseid az első kötet megjelenése óta, mintha egyre szikárabbá változnának. A ritmus, a rím más jelen, mint a korábbi kötetekben, különösen a föld és a nemrég megjelent műrepülés esetében. Tehát első jó néhány kötetet kapcsán többször is leírták a forma iránti rajongásodat. Ez érzésem szerint megmarad, de a versek még a szonettek is például töredezettebbek, valahogy prózaiabbákká váltak. Ó, oh, ezt már elég korán fölrogták nekem. Az első kötet a Nonó, és a második, ami Marosvásárhelyen jelent meg mindjárt egy évvel az első után, 1996-ban. Az ébredés előterében. Igen. Mind a két kötet hangsúlyosan forma központú volt, és ezt, ezt, ezt méltatták a könyvek pozitívumaként, és utána 99-ben megjelent az Esés után című kötet, ami egy ilyen kis vékony füzetkének nézett ki, és uh, hát uh, kevésbé volt uh, rímes, ritmusos, mint az első két kötet. Itt kezdődött ez a, a forma lebontására való törekvés, ami azóta se is tart, de még mindig nem sikerült teljesen. Uh, én ezt szeretem úgy uh, leírni, hogy uh, ha az első két kötetre klasszikus zeneként tekintünk, akkor a, a harmadik kötettel kezdődik el valami, ami egy kicsit a jazzre hasonlít, tehát az történik a formával és a ritmussal, a verseimben, ami a klasszikus zenével, vagy a klasszikus zenei motivumokkal a jazzben. Ha nem vagyok túl nagyképű ezzel a, a párhuzammal, és. Ez a vonulat mindegyre erősödött, én pedig, mikor mindegyre nekem szegezték a kérdést, hogy hogy merek én eltávolodni a klasszikus verseléstől és ettől, amiben úgy látszik, némiképpen tehetséges volnék, akkor mindig azzal válaszoltam, hogy de hát a költő. Nek valamiképpen a valósághoz is köze kell, hogy legyen, és nem én tehetek arról, hogy olyan környezetben élek, ahol egyre több a por, és trollik járnak, és albérletben kell lakni, és az embernek a nyakába szakad a, a, az, hogy miből tartja el magát, stb. 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 Tehát, hogy, hogy a, a költő életében prózai dolgok tűnnek fel, és a, a klasszicizmust favorizáló kritikusok azok felrólják a költőnek, hogy miért engedi be a lírába a prózát. Műrepülés. Hogyan törött el, össze, le? Melyik darab vagyok? Kinek kie, minek milyen lehetek így? Mikor maradhatok meg végre valahol? Honnan tudom, hogy merő szenvedés? Hányadik töretlen ég az egész? Hányadik én a létező? Honnan tudom, hogy ő csak ugyan ő? Honnan tudom, hogy én csak ugyan én? Hányan tolongunk lelkeművegén? Törött, repet vagy csonka csak? Rapsorba hulló zsibbat, néma, vak kinek miye? minek kie vagyok. Itt lángolnak a semmi angyalok, ott izzanak a semmi rácsai. Lehet-e szabad fogást játszani? Lehetne, mindenség hamúja fog. Szabad esésben benne a vakok. Hit, képzelet, szorongás, fegyelem. Átívelünk a levegő egen. Műrepülés, tökére vitt tökély. Álomtól álomig süllyed az éj, ereszkedik, hogy az időt kitépje csontos sötétje. Ez eltörött, az összetört, letört, magába fogadja mindet a föld. Zubog, szivárog, elfogy az erő. Nem tudom, honnan kerültem elő. Korai emlékem se egy, se sok, indulni sem, maradni sem tudok. Magamtól ugyan elég távol állok, kockázatosak eme távolságok. Töredék lettem. Jók ezek az élek, bevágnak, egyből magamra eszmélek, Hogy élek, talán merészállítás, azért igazán nem vagyok hibás. Nem én akartam így, vakon hiszem. El vagyok sorsom rejtekeiben. Barlang, medence, gödör, odúrés. Göldög zsinórom az emlékezés. Tehát akkor az is gond volt, hogy ha túlságosan formai műveket írtál, túlságosan klasszikus formában írt, és aztán az is gond volt, hogyha elkezdtél prózaibb szövegeket írni. Hát a klasszikus alagon nem az volt, hogy klasszikus, mert hogy nem arról volt szó, hogy, hogy, itt egy Nagy László vagy egy Vörös Sándor próbálgatja az szárnyait, hanem ha tehát akiknek nem tetszettek az első kötetek, azok arra hivatkoztak, hogy ezek túl könnyiek, olyan kis blablások, olyan kis dalszerűek, olyan kis izék. Hogy nincsen benne a kellő komolyság, nincsenek nagy témák, nincsenek világ megváltó dolgok. És akkor, mikor elkezdett a költő a nagy témák, vagy a szerinte világ megváltónak tekintett dolgok fele mozdulni, akkor rájöttek, hogy na de álljon meg a menet, mert hol marad a dal és a ritmus és a kis könnyedség. Szóval, hogy végül is az ember keresztül eshet a fején, úgysem lesz jó. A, amúgy is a magyar nyelvterületen, akkor még lehet, hogy volt kritika, de manapság már nagyon erős nagyítóval kell keresni az érdemben kritizáló, igazi irodalomkritikust, főleg költészet területén. És akkor itt jöhetne is egy kis dzsesszenem. Éjféli csend. Kilendült inga, bárd, ólombolyó végzetszerű, szabályos, éles, tapad a perc lélegzetéhez, nem létezőhöz mért jelen való. Mellékmondatok közt kötőszavak, nyíló, csukódó ajtó, ablak, szobákban, ahol idegenek laknak, Jelentés jelentésváltó végeken a rag. Kilendült inga, lassuló világ, esetlen mágnes lent, középen, Végtelenítés elevembe vág, hanem hát fönnakad a szélen harmadik szem, csukott virág, kilendült inga, földi létem.